Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Szentes Annó Plusz adását láthatják. Az 1960-as években bontogatta szárnyait az amatőr filmezés az országban, és így Szentesen is. A dr. Dragon Károly által vezetett Szentesi Amatőr Filmklub rövid idő alatt országosan ismert lett. A különböző fesztiválokon több díjat is nyertek. Eredményes munkájuknak köszönhető, hogy az 1970-es évek elején Szentesen rendezték meg az Országos Amatőr Filmfesztivált. A csapat legkiemelkedőbb eredménye volt a híradó filmek készítése. Ezért is vállalkoztak a későbbiekben Kacagó Kamera címmel országos amatőrfilmes fesztiválok megrendezésére is. Minden évben rendeztek akkoriban a város lakossága részére bemutatókat a klub alkotásaiból, illetve neves alkotók filmjeiből. Jó magam annak idején szinte véletlenül találkoztam a Városi Könyvtár gyűjteményében őrzött amatőrfilmekkel, amelyeket halála előtt még Szabó Árpád, a Szentesi Amatőrfilmklub egyik motorja ajándékozott a közgyűjteménynek. Az egykori híradókat filmszalagról VHS kazettára rögzítette, ezekhez jutottam én is hozzá először, majd mikor megtudhatták a klub tagjai, hogy digitalizálom az archív felvételeket, az egykori klubtagok elhozták nekem az eredeti filmeket is. A munka most is folyik, jelentős még a hagyaték, és folyamatos a versenyfutás az idővel, amely sajnos nem kiméli a már megöregedett celluloid szalagokat. A mai adásunkban elsőként Berényi József és Szabó Árpád közös filmjét láthatják a Szentesi Ortodox templomról. Oh.
Befejezésként kérem fogadják szeretettel Szabó Árpád Porladás című filmjét. Szabó Árpád egykoron a Szentesi Amatőr Filmklub valódi motorja volt, elképesztő technikai tudással és elképesztő kreativitással. Az egykori nagy vetítések mindig az ő szaktudásával menekülhettek meg a különböző technikai problémáktól a város lakóinak nagy-nagy örömére. Óriási munka volt, amit végzett, hiszen halál előtt nem sokkal elkezdte az egykori filmeknek a digitalizálását, ezt a munkát folytathatom én. Thank you.
Kedves nézőink, a Szentes Annó Plusz adását láthatták. Kérem, tartsanak velem a jövő héten is.